Fan, fan, fan. I got broads in Atlanta, chasing the lean, the fan, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Mondjuk túl sok esélyünk az nincs itt a visszavágón, igaz, hogy csak egy gólla vezet a Manchester United, hát ugye a passzon Marciától kapja vissza. Pereira lő, gyenge a lövés. Karott második hullámba érkezik, Luiz, de Hának kellett védenie. Hát itt társ lemállá tudja venni, be középre, Marcial lő, kapus állít. Középen érkeznek ketten is, lövés vagy passz, kapufa, aztán András Pereira belövi az üres kapura. Manchester United itt is megszerzi a vezetést. A 40. percben, összesítésben 2-0-ra megy. Az esélyek azúgy teljes mértékben elúsztak. Ezt itt még kibekkeltük egy kapufára szerencsére. Pereira elé pattan a labda. Senki nem figyel rá. Teljesen üres. 1-0-ra a mérkőzésre is. Hoppá, Boateng. Semmire nem ment. Havertz laposan teszi be Pereira mellé. Ugye már Andrés Pereirától kapja vissza, majd megy be a labda. Marcial nem volt egy nagyon rossz fejes. Szép a forgalódás, laposan jön a labda. Kapusé. Dumbia nem tud belefejelni, a csapattárs beleért, de azért van egy lövés, azt is blokkolják, a másik ismétlést is. Hát ez a lisszaboni kitérő, ez egyáltalán nem érte meg. Ligában másodikok lettünk. Nagyon csúnyán egy olyan laza 12-13 ponttal elhúzott a Benfica. Egyedül itt a Portugál kupában van némi esélyünk. És ugyanis ugye ez már a döntő. Hogy láttátok, a bajnokok ligájából is nagyon csúnyán kiestünk. A Manchester United vert minket. Közben egy megpattant lövés Gabrielen. Ez majdnem becsapta Odysseust, a görög félistent. Pedig egészen mellé ment volna a labda. Betett labda, ott egy fejes! Odysseus. Benfica akció, passz vagy lövés lesz? Lövést válassza! A kapusunk zárja a rövid sarkot. Benfica helyzet, ismeretlen kibontakozóba 16-oson belül. Begurított labda, hatalmas kapufa az arkangyaltól. Na, Mitrovic, az büntető. Még akár pirosat is érhet Pablónak ez a becsúszása. Bár kifelé toltuk a labdát. Nem a kapu irányába, de... akár piros is lehet. Nézzük. Írom a Gaol szinti Pablót. Ne úsz egy sárgával. Hogy ne úsznád meg egy sárgával. Még nagyon csúnyán elkaszált, amit... Ott a gól. Kapusunk, mint feltetőleg az utolsó lisszaboni meccsén, betalál büntetőből. Ezzel növeli a góljai számát plusz egy, hát nem volt ez egy jó büntető, és Odysseus érezte is az irányt, viszont nem tudott beleérni. Rúgtunk már jobb büntetőt is, mázlink volt. Mitrovic ott volt egy lövőrés, hú, de megsütötte. Jön mellette a társ. Mégis kapja, ott a lövőrés, Odysseus véd. Mitrovic, lövőrés, gyenge a lövés, Odysseus védi, majd Blind felszabadít. Beadás, kapus beleér, még nem szabadultunk föl kapufa. Jó, és ezzel vége is. Kapus góllal megnyertük a portugál kupát, sikerült megvennünk a Benficát, aki a ligába egy 13 pontot vert ránk. Így legalább ennyiből megérte talán ez a lisszaboni kitérő, hogy egy portugál kupával gazdagabbak lettünk. Valamint lőttünk egy gólt, és ugye... innentől kezdve már nincs más hátra, mint hátra, tehát megnyerni az Európa bajnokságot Magyarországgal. Ez a videó ennyi lett volna, ne felejtsd el, hogy a like és a feliratkozás nem nyomja meg magát, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!